Gyerünk már! Ez az! Ezt miért nem csináltad eddig? Na. Ne szar. Szóval hello mindenkinek! Sziasztok! Én meg a másik. Igen, ő a hatlábú farkas, hogy ismeritek, én meg a Tiborius, akit ugyanúgy ismertek. Szóval éppen egy alaplappal szenvedünk, amit úgy hívnak, hogy... Elmondom, mit tud, jó? Aztán majd Tibi addig megkeresi a feliratot rajta. Várj, először én, mert a képesség fontosabb. Ha van benne egy 478-as processzor, ami a socketet jelenti, tudja az 533-as DDR2-t, és van benne egy narancsárga színű, azt mondjuk nem értem, egy narancsárga színű AGP 8-oros sín, és a dual channel memória kicsit le lett forrasztva gyárba, tehát valószínűleg nem kapta meg, ezért kettő darab sín van benne, de az single channel, és egyáltalán nem akar elindulni, csak a BIOS jön be egyfolytában, hogy elméletileg jó az alaplap, de utána megáll, tehát nem tölt semmi. Na, hogy hívják? Ő egy... Megint újraindult. Hát újraindultam, ő egyébként egy Fujitsu Siemens alaplap, P4M800 Pro M névre hallgat. Szegénykének elég egyszerűen van, de lehet több az az alaplapnak. Ki cserélted az elemet? Ki? Te. Nem jó! Nem jó. Baszik jó lenni. Nem jó. Úgyhogy... nem tudom, mi legyen. Ezt tegyük félre, mert nem nyerő. Az igazság, hogy nem. Nem akar működni. És ami nem akar működni, azt ne vigyük már ki. Már érted? Szóval itt van a... De rövid kábelt hozta. Ilyen kábeles mobilom van, mert közben töltünk. Most ez a Fujitsu Siemens alaplap, amiről éppen nagyban szó volt. Itt a második memória, hogy kell ezt mondani szépen, szóval a dual channelhez tartozó sinek valahogy a gyárban maradtak. Fujitsu Siemens úgy gondolta, hogy ha bespórolok ilyen sineket, akkor a következőben ez ingyen van. Hát nagyon teszkós módszer, tehát nem igazán lájkoljuk be. Ávides 3DFX-es hűtőnk. Ez azért volt rajta, mert az északi híd, hát olyan, mint a lágymányosi híd, tehát kicsit forró a pite. Annyit mondanék még, hogy meg az alaplap teljesen jól néz ki, hibátlan, ettől függetlenül baromira nem akar dolgozni. Annyi hátránya van, hogy az alaplapra a Fujitsuék fölraktak egy integrált, szerintem egy Intel GMA-s sorozatú akármicsodát, azonban valóban van rajta egy 8-oros AGP, meg 533-at tud, DDR2 szinten egy 478-as, szóval kicsit nem... Maradjon meg? Nem, ez megy a levesbe, úgy, ahogy van. Ezt félretesszük, kap egy hatalmas kérdőjelet, aztán majd szépen megyünk tovább. Nem tudom, mi legyen a sorsa neki-e. Hát majd kitaláljuk. Van még egy pár alaplapunk, ugye természetesen a kábelek, hűtők, ezekkel még nagyjából jól el vagyunk. A memóriával sajnos nagyon rosszul állunk, mert itt látjátok, ezek DDR1-esek, de negyedesek, tehát nem megyünk vele valami sokra. Vannak videokártyáim, mert szerencsére jöttek ilyen támogató csomagok. Hol van a zöld doboz, amit most hoztunk? Ja, ott van mögötted. Kaptunk egy zöld dobozt egy nagyon fiatal sráctól, nem volt még 20 éves én szerintem, és azt mondta, hogy találta a padláson. Mondom, drága barátom, ha ilyeneket találsz a padláson, please, adjál még sokat, ebben van egy VGA, univerzális ráadásul, mert figyelt a videónkra, tehát mindenképpen olyan sineket igyekezett szerezni, amin kettő luk van. Szakértelem, köszönjük szépen. Úgyhogy természetesen ez a videókártya is valamilyen gépben majd itt működni fog. Nézzük, mit kaptunk fiatal emberünktől. SD memóriákat, talán negyedes. Igen, ez negyedes, az mekkora? Az is negyedes. Igen. És akkor kaptunk tőle egy Matchonic. Ezt szerintem vegyük ki, mert nem is ebbe a dobozba való, hogy feszül, mint a állat. Természetesen azért vigyázunk a alaplapra. Vedd el, légy szíves, mert akkor bemutatjuk itt a ómi drága nézőinknek. Matchonic. Pont. Itt van. Így hívják a Matchonic alaplapot. Ezt de utána, amikor ezt csinálod. De nem mondhatjuk azt, hogy jumper free, hát... Van rajta bőven. Hogy ez mi az Isten? Itt van. MS9147C 5-ös revízió, csak ez 5-ödjére gyártják ezt az alaplapot. What the fuck this? Ez mi egyébként? Én sem tudom, de rahat csak jumpernek tűnik.
Nem az. Ez nem jumper, nem. Ez egy erdő. Várjál, kicsit jobban rámakrózok, hogy értsétek. Hogyha esetleg olyan problémába szenvedtek, hogy nincsen jumper, ez ilyen kollekt... Nehogy lövöd ma! Nem. Levett a jumpert. Az egy jumper erdő, kérlek szépen, ráadásul 20-at kapcsol egyszerre. Tehát körülbelül. Tehát nagyon vicces. Tehát visszalégy szíves, drága barátom. Annyit mondanék erről a jumper erdőről, hogy nincs bezárva a jumper. Tehát, hogyha ezeket ráteszed, hogy zárjon be, akkor valamilyen funkció előjön, vagy letiltódik. Ezt sajnos nem nagyon értjük, tehát egy pár jumper van rajta. Mindegy, ezt elnevezzük erdőnek. Valószínűleg egyből is azonnal működik, hogyha ezt ki is próbáljuk. Légy szíves, testbench. Ezekért a hatalmas homályokért elnézést kérek ezt a... Egy mégis... kicsit addig szervírozza kell szépen. Nézzünk rá a hűtőt. Hopp, ez kicsit leesett. Próbálok olyan hűtőt keresni, szerintem ez nagyon jó lesz. Egy minimális vizét kérek szépen. Főzsírt. Egy kézzel borzasztom ez nyitni. Tessék, itt egy másik. Persze kiszórtam az összes erő mozdulattal. Nejlonokat nem kérünk, itt is van főzsír. Jó, jó. Kérjük vissza. Köszönjük. Én szerintem így is lehet, hogy sokat, de már se tudja. Igen, picit, mint a sok lenne. Nem baj. Most már így marad, az a csatlak. Az a CPU-je? Melyik? Ez a CPU fan. Igen? Innen nem látom. Jó, természetesen innen megyünk tovább. Jó. Tehát ami itt történni fog ezzel a készülékkel, azt mi... Nem tudom bedugni. Ja. Akkor azt a videókártyát kérjük, amit most hoztál. Tegyük be azt, amit hoztál. Érted? Végje? Persze. Itt így van DDR emberek. Na, de lehet választani. Testdeny van, nem? Van egy testdeny. Ugye? Van. Ez az X-es. Ez működött az MSI-ben. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem is X-es. Érted? Ez csak a... Tegyük be ezért a nagy DDR-t. Tegye. Jó. Ja, egyébként ha... Azt most így nektek mondom, hogy ha le akartok zárni egy rendszert, akkor nem tudom, valahogy a mechanikus módszer jobb. Tehát lakat. Érted? Nem tudom, valahogy a többi rendszer nem van megbízható, mert a számítógép hackerek nem szoktak flexel meg fűrésszel rendelkezni. Bedugjuk a billentyút, és hát megkíséreljük az lehetetlentet. Most jön annak a keresése, hogy melyik pinnel lehet bekapcsolni az alaplapot. Az gyorsan meg volt. Speaker, nincs bekötve, nem halljuk a üvöltő sipulásot. És hol van a ragasztószalag, a szikszalag? Nem látom ám a képet. Ott a kép. Megy. De látjátok, ugye? Igen, látják, de hogy ne látnák, nem hülyék ezek. Az én nézőim, ne viccelj már. Ide beleraktam a nagyot, jó? Jó. Figyelj, átpakolok egy kicsit, hogy a rálátásotok sokkal jobb legyen, jó? Ez kuka, baszeg. Ezt kiraktam ide ezt a kávé, én. Milyen akkor befognám a kamerát, és meg magyaráznám. Nem kell. Jó, ez akkor nem. Jó. Hát így van négy kezünk. Akkor én is jövök indegedni elosztok. Tiborius, ezt igen. Miért hoztad ennyire előre? Több én. Magától jött. Dugjuk be ezért. Ide jött, hadd dugjuk. Vinyó, persze már elő van telepítő, másfél méter hosszú. Tiszta jó, nem? Biztos. Melyik az egyes? Alsó piros. Mindig áll, de baszínos. Igen. Hallottad ezt, Tiborius? Ilyen hangja volt, hogy... Jelölés. Meg kell... Nem tudja, hova kell dugni. Jó, nem látom, na. De igaz, beszélj már a barátnőddel. Nem tudja, hova kell dugni. A gameport alá, vagy... Vagy ha van. Igen.
Na, ezt ki kell pipálni, mert jól működik. Tehát, érted? Ami jól működik, az pipa. Valami hülye ide rakta a hűtőt, azt rácsapott a kezemre. Jó? Pipa? Gyönyörű kék BIOS. De rég láttalak már rohadják ötté. Itt van olyan, hogy... Nem ebben volt az, hogy Winchester keresés? Na, azért ilyet ti se láttok sűrűn. Hadd mutassam már meg. Pentium 4, 8-szoros szorzó, 100 MHz, vágod? Mi van? Tiborius? Igen. Tudod, mi az a 100 MHz? Az FSB-je. Az nem az órajele. Az FSB. Érted? Uh-huh. Front, side, bazd meg. Várjál, mert valami hiányzik. Kell egy súlyzó. Hát az másra úgyse jó. Ide tesszük. Nem biztos, hogy benne ez egy nagy... Benne hagytad a csavart. Miért? Tedd így. Jó. Ez jó ötlet. Jó. Tegyük így. Állítva. Jó. Ne, nem megy ez még. Nagyon korán van, meg minden van. Na. Szóval működik. 100-as FSB-vel száguldozunk. Amit... Jaj. Hol az automata? Kész. Na, DRAM timing smart, kikapcsolva be. Nem HDD, ide nulla. Kész. Mi a bajod? Jó az. Most van többféle ide. Tiszta jó. Power management. Tudod mit? Itt sincs izé integrated. Na, nincs is rajta. Jó, ja, tényleg. Jó van. Kereshetett egy darabot. Aha, azt kereste. Hol a felé van? Futures. FDC. E. B. Ajtót becsukott Tiborius, mert bejön a vadállat. Hagyja jön, azért van. Bejön egy vadállat mindjárt. Gameport, MIDI port, primary itt audio a, van. Itt a vadállatunk. Hogy hívják? Pötyi. Pötyi. Mutatkozz be a nézőknek, Pötyi. Sziasztok! Na, igen, modem nincs. Ethernet van, USB van, USB device legacy még nincs. Ezt nem tudom, ezek a hülyeségek mi vannak bekapcsolva. Jó, újra. Most elméletileg az az alaplap, amit hoztál, ezt most direkt neked mutatom, kisrác. Az alaplap, amit hoztál, a proci, amit hoztál, és egy memória tőlünk, meg a videokártya, amit te hoztál, elméletileg egy az egyben működik úgy, ahogy kell. Nézd meg, boot menüje van. Kire? What the fuck? Egy hetes Celeron. Ami nem is lenne gond, de floppy disk fajled. Ez itt fajled. Most ez tényleg fontos? Nem értem. Ki volt kapcsolva a floppy disknek a meghajtója, és újraindult miatt, és kiírta, hogy, meg, hogy ez nem jó, ez meghibásodott. Megint, floppy. Te szülye! Ennyire fontos adunk neki. Ennyire nagyon gáz, hogy mi van veled? Keresünk neki. Nincsen, nem érted? Elfogyott. Fuck you, hát öcsém. Elég élni, halni nem tudsz. Hát nincs is floppy meghajtónk. Tiborius. Van nekünk floppy meghajtónk? A gépekben igen. Kike? Nincs is floppy. Letiltani nem lehet? De le van tiltva. Akkor engedjél. Már megy a gó. Nem lehet letiltani, hiába tiltottam le, nem ott van a másikból messze. Mit tiltottad le? A gyököt. A kontrollert magát. De akkor non-installed ezt. Jó. Menjél vissza a másikba, nézd meg hát, amíg visszakapcsolódott magától. Dizabla. Nem. Na, itt van. De ott miért négyszeres? A LGP négyszeresen volt. Te nézted el. Annyit tud? Na. Bocsánat. Nézzük. Ezt a kettőt még nézzünk a Powerpoint-ra készüljön. Nem? Most akkor mi van? Valahogy kapcsolatban. Az, hogy itt be volt még kapcsolva.
És akkor egyik hülyeség felülírja a másikat. Egyik hülyeség felülírta a másikat. Jó, de kernelfail lesz, át kell tenni LBA-ra. Most én szerintem ugyanúgy nem fog fölállni a rendszer, mert a Linuxnál van olyan, hogy kernel pánik. A kernel pánik, ide púzott a kutya. Fogadjunk, hogy nem te voltál, mert balról jön. Mondtam! Nem tud floppy nélkül én. Te, ha már ide fingasz, akkor mennyi nem? Borzasztó, nem? Na, figyelj csak, csávó. Csináljuk azt, hogy... látod, milyen szépen újraindul? Igen. Na, figyelj! Át kell tenni LBA-ra, mint logical block... GEF 4 MX! Ez volt az, amire az Nvidia régen azt mondta, hogy gyorsabb, mint a Voodoo 5. Hát, nem volt az. De nem baj, Kamunak nem volt utolsó. Na, ez viszont nem működik. Mert... hogy kell megkerestetni? Autodetect? Ez az autodetect. Várjál. Autodetect. Na ott én is találod, de nem megyünk sokra. Itt van. Látod? Uh-huh. És LBA on. Most ezt kapcsoljuk ki. Szerintem ez nem kell. Még van rossz. Jó? Ja? Nem, hogy az autó legyen, hát ha valamelyik hülye berek egy CD-romot. Nem? Mit gondolsz? Ja. Újra! Ha most nem működik a logical block addressing-el, tehát az LBA-val, akkor kivesszük, hogy ne legyen LBA. Ő 128-as videokártya. Annyi van a videokártyában, mint az alaplapban. Király, nem? Nem kettőt volt, 512-től? Akkor több van, nem? Igen. Keressük neki egy fragmentpantot. Majd mit tudom? Nem kell. Nem is kell, hogy én ezzel foglalkozzak. Akkor kapcsolod be neki vissza a flopit, hát akkor nem kötözködik. Nem jó, mert ha visszakapcsolod a flopit, akkor fog kötözködni. Ő úgy emlék... Ja, meg ez plug and play OS. Tehát ez átlát a BIOS-on. Ezt már hányszor eljátszottad velem, te szemétláda? Újraindul. Kapcsolod vissza a flopit, hidd el. Segítem. Először kikapcsolom az LBA-t. Ennyit szenvedünk egyébként minden egyes alaplappal, csak hogy vágjátok, mert ha nem adják olcsón a működési jogot. Igen, ez egy szép szó, nem pont ezt kerestem, de jó lesz. Tehát, hogy a lehetőségét a működésnek, blokk mód, PO mód 4, 5, mindegy, teljesen mindegy, újra. Beteszünk egy olvasót, beteszünk egy telepítőlemezt, elindítjuk a live-ot és megnézzük, hogy maga az alaplap jó-e. What you can say now? Nothing. Azt akartam venni anyádat, de... Ezen most mi van? Van egyáltalán rajta valami? Van. Van bizony, tele van. Az a 10-es, ugye? Mhm. Uh-huh. Most már aztán LBA sincs. Az istenit. Ezért is kipróbálhat. Én mondtam. Jó. Jó, de nem hiszem, hogy a floppy miatt halna meg. Itt a floppy! Azt hallottam, hogy benne van a gépben. Jó, de hol a kábel? Van kábelünk? Itt vagy. Az ide. De nem, de oda. Supreme FX-el mi lesz a helyzet? Olyan... Szóval oda kéne adni. Ez ide. Ráadásul meg ide most. Ne az összetekercsel, de van ide. Nyitott is valahol. Hagytam az? Nem. Nem. Az ott, nem.
Ki az? Hello! Nem, az összetekert csak. De nem baj, mert a szalagot felhasználjuk a sipolóhoz. Hallod, FDC fail, maga a drive nem működik. Ennek a drive-ja. Hallod? Ki is írja még a BIOS is, hogy FDC fail. Mert azt hiszi, hogy most be van kapcsolva. Nem. Oda nézd, még USB bootot tud a csával. Érarérará. Azon, hogy felhasználásra került a megvesztusz. Tehát mi van? Teljesen jó. Itt van. FDC ki van kapcsolva. És kiírja, hogy fail. Mert a többi helyben kapcsolva. Nem, nem, de most vissza van kapcsolva ki. Tehát, hogy nincs. Érted? Uh-huh. Mert én meg nem. Tehát, itt van. Ide jövök. Kapcsoljuk. Az Adventure Setup-ba is tétszínes. Meg lefagyasztottál. Kösz! Nyomkodja az alaplapot, amíg állítom. TV! Ne csináld már ezt! De legyettem, hogy hol a vezet. Igen. Köszönöm szépen. Na, újra. Persze akkor nem sikerült beállítanom semmit. Miből gondolod? Hát... teljesen... Lehet, hogy okos az alaplap. Okos? Nem. Nem. Annyira nem, Tomi valamás. Annyira nem. Mi az az ACPI Aware OS? Nem is ilyet használunk. Meg volt egy olyan kérdés, hogy OS2? OS2? Nem. Nem, nem itt van. Quickboot. Features. Itt van. Visszabből. Még a vizét bekapcsoljuk, block mode be van kapcsolva. Mindegy. Próbáljuk meg! P119, az micsoda? De látod, most nem írja ki, hogy FDC fail. Nem írja ki. Viszont a telepítés nem jó. Van itt 12-es lemezünk, vagy nincs? Mit gondolsz? Tízes. Két tízes. Nincs 12-es lemez. Van XP-nk is. Na, az mi? Mert az nem legális. Na, legális, csak már olyan régi, hogy lassan open source lesz. Jó, az kívül a Plex Store-ba is itt. Nem az a Plex Store. Hol a másik Plex Store? Ellopták. Itt van. Akkor tegyünk be. Betesszük eztet. Eztetet. Nem tudom, látjátok? Igen. Tábláztak, nem jó. Micsoda? Cable Select. Persze, CS. Csak tedd akkor kívül, kifelé ez a faszára. De egyébként ez milyen 478-as, hogy a plusz 4-es nincs is neki? Tehát... Nem értem. Várj, hadd szenvedjek már. Nem, kapkodunk. Nyugodtan. Az nem mondom, hogy az egész nap. Erre a videóra nem mondhatjátok, hogy rövid. Nem. Mi az, hogy egy szállal nincsen két ide? Ezt a... Bangorság. Ezt a tervezést. Hülyeség, mi? Na, mit gondolsz? Hát? Nézzem, kész. Akkor légy szíves ezt.
plugin. Be kell kapcsolni az ennek a párlamatot csak. Azt a kettőt létszés, hogy... Ja, itt nincs is nálam készülék. BIOS. Igen. Még szerencsé, hogy van itt extra-rum. Még szerencsé, hogy van, Gabriel. Az. Gabriel egyébként visszatom. Ez a meghajtó. Jó, mi? Mindent elfelejtett. Ez is szar. Mindent elfelejtett. Ez egy KTS halom, az pedig motorgyár. Nem, az a KTM. Ez reménytelen csávó. Úgyhogy drága barát, azt hiába állítgatjuk. Elemcsere. Filc. Tessék. Itt van egy másik. Nem tud kimondani? Nem. Nem, meg van egy másik opció, és én nem is akarom. De nem, egyébként tényleg nem láttam, hogy mi van rajta. Nem tudom, hogy a kínai nem tud elolvasni. Kínai volt a felirat? Hát lehet, hogy gyapán. Gyapán? Gyével? Gyével, hogy gyapán? Gyapán. Gyapán, hát gyével. Gyapán. Vagy felkelő nap. Ó, azt láttad? A tessője. Minden automatán. DVD-rom. Elsőt nem a CD-romra kell bootolnia? De, persze. Mi az a BPS? Tibi, mi az a BPS? I don't know. 133-as szuperünk van. Így már jó, nem? Modem, device, ebben nincs is olyan. Te hülye vagy. Attól függően még lehet. Ó, oh, ó! Oh. 8 volt? Ugyan? Aha. Szabad nem lehet, 30 fok. Most elnyomban. 30 fokos a... processzor. Ez jó fajta. GEF 4 MX 4000. Yeah! Nézd meg, szép piros kondja is. Na de hé, nem bootol a lemez. Látod? Nem indul el a lemez. Hover. Ott be másikat. Milyen másikat? Hát ez telepítő lemez, hé. Hát nem szimpatizál vala. Nem, szimpatizáns. Azt én nem érzem. Itt valami egyéb baj van. És nézd oda, no floppy controller, azt van. Egy direkt el lehet neki mondva, hogy... Egyik gondolva. Igen, nagyon. Mi van, ha ő nem bootol be, akkor kicserik a meghajtót is. Várjál, várjál, van egy ötletem. Ebben van boot menü. F8. Nem, F12. No floppy controllers. F8. F8 vagy F12. Legfeljebb F8-okat lenni. Nekem F12 van. Minden nyomunk mindent. Semmi. Nem látja a lemezt. Nem látja a lemezt alatt. Nem látja a lemezet? Add már ki! Küzdünk. Úgyhogy a küzdésnek vége. Tök ki szépen. Úgy, okos. Akkor utána megyünk tovább.
Nem. Ennyi kine. Ezt a múltkor is eljátszotta. Igen, hogy? Hogy dzs-dzs. És nem indul, mi? Uh-huh. Közben itt töltődik a 10-es Ubuntu, ezen a Maconikon. Csak most már CD-ről. Tehát megpróbáljuk CD-ről. Ezt próbáljuk elindítani, ezt a dual processzoros alaplapot, és nem biztos, hogy a jumperek jó helyen vannak, nem biztos, hogy hogy mondjam. Azért tettük be ezt a ventilátort ide, hogy az alaplap éppen megy, jelzés legyen. Telefonnak kérném szépen. Mert mindjárt nincs rajta egy darab ventilátor se, tehát minden passzív, és így nem látjuk, hogy megy, azért van benne a ventilátor. Azonban cserében nem akar elindulni. Amit nem biztos, hogy értek, hogy ez miért van. Tehát, egyébként akkor is el kéne induljon, ha nincs benne memória. Érted? Leszedted hozzá izét? User's manual? Igen, user's manual, P2B. Dual Pentium 3.2 Marble. Igen, lapozz oda, légy szíves, ahova nekünk kell most érteni. Ez nem egyszerű. Hát abban biztos voltam. Légy szíves, a jumpert nézd meg, hogy ez 1.0 GHz-nél hova kell tenni a jumpert. Én szerintem ezek a jumperek állítják a proci frekvenciát. Természetesen biztos nem vagyok benne, mert ami itt van, a másik oldalt is van egy jumper, de az a círmos. Én szerintem az a círmos. Hát nem tudjuk, majd mindjárt. Közben itt indul az előző, amit mondtam, az a Maconik. Micsoda homályokat képes ez generálni? Itt az egyik jumper. De egy 0-0-ra kell, tudod. Ő a fönti. Fordítsd már el, légy szíves. Na igen, és akkor abból melyik az egy 0-0? Ez nem a... ez a fönti, ez a szorzója. De azt kell nekünk. Szorzó. De ez hányszorosan szorozza? Hát 100. 100 esetében jó helyen van. Igen, és állj, az ott van, tehát akkor ott, is... ott, ne forgasd, de ott. Jó helyen van. Igen, és a másik jumper, az a círmos reset. De figyelj már! Mi másik jumper? Jaj, azt szerettem volna mondani, hogy az előbb jött a login sound. Igen. És még mindig konzolban vagyunk, tehát... A másik, az meg azt kérdezi, hogy hány szorosan szorozzon azt az összeget. Nem tudom. Maximum 800-ig, 800-as tudsz rozni, ami azt jelenti, hogy... Az 800. Ennyi. 100-szor 8, az 800. Mm-hmm. És mi az, hogy maximum 8-szorosan tud? Akkor nem jó a 100. Akkor 133-at kell kiszoroztatni. Ja, és nem dugtunk be Egeret. Ha. Na, mindjárt. Akkor csinálj. Akkor a kedves nézők itt hadd lássák, ami történik. Nagyjából jó. Na, és akkor nézzünk egy egért. Mert azt persze nem dugtam be. Minek? Nézd csak! Már jön a izé. Örülnek a dúlalipés. Ez minek van rajta? Nem tudom, lapásgátló biztos. Érted? Egy gyors rögzítő rajta van az USB végén, hogy ne lopják el az egeret. Aj, Tiborius! Amúgy még a fejedet se látszik. Nem, mert a monitor van benne. A monitor... Uh-huh. Na, nézd ide! Ezt beletesz a rögzibe. 8033, csak az jó lesz. 8033 nem jó az 1 GHz-nek. 8133? Hogy legyen? 8x133 az mennyi? Sok. Vedd elő a számológépet, mire fel lehet rendszeres. Szóval... Hogy tegyük be akkor? Még nem tudom. De standby. De ez maximum 112-t bír. Mi az, hogy 112-t bír? Frekvenciába. Mi az, hogy 112? Ha nincs is ilyen szám. 100 Hz, 103 MHz, 112 MHz. Akkor hagyja 833-on, 100x 8-at állítsál be neki, és akkor menni fog. Nem látja a LAN-t. No network. Ne már! Ne idegeskedj.
Ami nincs, azt figyeld, láthatja. Figyeld, be se dugta még a csávó. Tudod. Ugye, hogy nem dugtad be? Igen. Ami de nincs... Tiszta bunkó, nem? Ilyen szakszerű, meg sportszerű nehezítéseket csinál. A Cisco Router nem működik. Egyből működik, érted? Ma majdnem kiixeltem, hogy nem jó. Hát, vagy... Bakker. Szóval... Előbb meg kell nézni a kábel mindkét végét, hogy be van-e dugva. Igen. Ez sajnos igaz. Nem egyből az, hogy hú, biztos, hogy asszal. Már x-eltem is, öp, nem jó. Ugye ez teljesen hibátlan. Na. Annak a kisrácnak üzenem, akitől... Honnan vettem át? Okay. Ott, ahol a Csepeli híd van, ahol átmegy a 151-es, oda jött a buszmegállóba a kisrác, és adta oda ezt a padláson találtam anyagot, minden hibátlanul működik. Tehát ez tényleg egy nagyon ritka dolog, itt is ugyanúgy, mint a többi esetben érdemes a 60-40-es szabály, tehát 60% jó, 40 meg egyáltalán nem. Hát a maradék százalékok meg, vagy jó, vagy nem. Úgyhogy ez teljesen hibátlanul működik, ezeket nem is nagyon érdemes itt jelölgetnem, ez itt mind jó, ennyi. Még annyit lehetne esetleg, hogy a DDR-t kipróbálni, de annyira nem fontos. Nézzük a számológépet. Van ebben számológép? Kéne lennie. Calc. Calc. Na, és akkor azt beszéltük meg, hogy 130... Na! Egy számológépet töltsél már be! Ez ezzel hozzá 8-al, az a legegyszerűbb. Miért? Nem kapom meg azt az eredményt, ami szükséges. Na, 100. 1000, mondom, 1000 osztva 8-al, akkor 112-vel, jó? Jó. Osztva 112-vel. 9. Hát nem tud. Persze, hogy nem tud, mert csak 8-at tud. Nem most beszéltük meg az előbb? De. Akkor meg írjál be 8-at. Most az miért nem jó, hogy 833-on, vagy 800-on megy? Csak induljon el. Ezt kérd meg tőle. De mi van akkor, hogyha az alaplap csak 833-ig tudja? Gigahertzig nem? Ott van nálad a kézikönyv. Azt keresem. Na jó. Azért nehogy azt higgyétek, hogy egyszerű ám ez a dolog. Jaj. Szóval... Hű emberek! Te figyelj már, csávó! Az az egér nem jó. Mert nem érzékeli a egérlenyomát, csak minden harmadikat. Vágod? Hű emberek! Van egy icike-picike probléma. Igen. Ez úgy tudja a 800 MHz-et, hogy két, olyan, ezt a 1000 nem tudom mennyit, mindegy, belőle, hogy összeadja a 2450 MHz-et. Magyarul 450-et tud. Uh-huh. Dual két. Pentium 3 450. Hát jó. Akkor most hiába tettünk bele egy gigásat. Igen. De így nem akarok foglalkozni ezzel az alaplappal. Én ami sem. Nem éri el az 1 gigát, az nem pálya. A boost speed. 100 MHz. Windows 98. Compatibility. Ó, az király. Maximum 512-es SD RAM. Total size 1 giga. Mondom, hogy elviselte volna az 512-est. Maximum AGP slot kétszeres. Hát, az van benne kétszeres. Szerintem ezen díszfalnak jó lesz. Dísznek, vagy tárolónak. Tárolónak. Arra jó. Ne gonoszkodjál. Na, jó van haver, akkor ez az alaplap, ugye ahogy mondtam az előbb, teljesen kifogástalan, hibátlanul működik. Igazán örülünk neki, úgyhogy majd össze lesz szerelve. Kap egy hatalmas pipát középre. Ez annak a jele, hogy tök jól működik. Így, meg ide is kap. Hogy... Hogy... Alaplap ki van pipálva. Ezt meg utólagosan köszönjük az adományozónak. Így van, de ez még jó lesz ám valóban, mert 1 GHz az még teljesen fasza, úgyhogy. Mm-hmm. Az alaplap az sajnos kúka. Az megy a tyúkuslevesbe. De... Természetesen nem okoz ez akkora problémát. Majd kipróbáljuk egy másikkal. Pontosan. Úgyhogy mindjárt jönnek a többiek, amik még nem voltak tesztelve.
Hát ez egy igen érdekes X-it, mert nem nagyon akar menni. Maga az alaplap meg jó. Tehát, van mit csodálkozni az ügyen, mert akkor most majd jön ez az Asus, ez a... Addig is tárolva tökéletesen megteszem. Igen. Na, menjünk tovább. Na szóval, hol tartunk? Asus, micsoda? Asus P4W533. Sima V. Akkor az. P4W533MX. Asus alaplap. Nincs benne ugyan AGP, de van egy integrált videókártyánk. Nincsen megjelölve, mert most kezdjük a tesztet. Bekötöttük a olvasót meg a Ubuntu-t. Kérünk erre a startot. Bekapcsoljuk. Please start. Csipog. Ja, nincs is csipogója. Igen. Kicsit butított az egész, de... Kicsit? Van. Kicsit nagyon. Aha. Na lássuk. Megy? Igen. Unlock Magic is broken. Aborted. Ez a BIOS? De annyi felkiáltó jelet kaptunk, te! Király, nem lehet, hogy ez... elromlott? Nem, elindult. Megy? Mi? Ez valami ISO Linux. Bebutolt a rendszer. Ez most újra akar telepíteni? Nem. Én csak kipróbálom. Tehát magát az alaplapot kipróbálj. Nem mentünk bele a BIOS-ba? Nem. Ne vakítsál-e. Nem lehet, hogy valami hiba van az alaplappal? Ezt a hiba üzenetet itt például én nem értem. Tehát... Haver, szar az egész. Az van. Próbáljunk bemenni a BIOS-ba, jó? És azt írta alulra, hogy i286. És ez nem tűnik i286-nak. Ez most várunk a kezelő jelentkezésére. Na! Hé! Történik valami? Nem. Villog a monitorunkban, igen? Jó, hagyjuk. Na. Újra. Elnézzük most. AGP-vel. Kapott egy nem tesztelt AGP videókártyát. Vuu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 
Na? Mikor nincs vezetékes telefonod. De van, van. Ott van, nézd oda! És hibátlanul működik! Hát haver, ebbe meghalt a integrált végé. Ez egy hibátlan kép, haver, már nem azért. Igen. A feketeség ugye a szinkron hibából akad. Ha mehet a... Jó, akkor teszt. Lehetne pipálni, barátom. Tessék. Az is mehet, mert billentyű jó, USB-re nem teszünk. Azt X-elt ki azért, LPT-t. Lesz? Nagyot, igen. Jó nagy X-et tegyél rá. Fölülre a pirosra, úgyis a végét jelent. Nézd már, beX-elte. Kicsi az az X, nem jó. No such X. All of magic is broken. De azt az előbb is kiírtad. Most bootol izéről. DVD-ről, CD-ről. Mi az? CD, igen. Tessék. Ne indíjad el, várjál. Hülyeség. Jót rájuk bontó. Fakken. Na, igen, na ez az X már egyértelmű, igen, és akkor megnézzük ezt a kettőt is, de erre is írd rá. De mindegy, azt nem mindegy, ide írd, jó? Szépen. Egy. Still nem tetszik neki az az alaplap, ráadásul az a CD-s indítás. Nem lehet, hogy kicsinek a... Nem kicsinek semmi. Nem, ennek nem kicsi a memória. Ráadásul van benne egy 128-i 256, úgyhogy... Eleve 128-al megy, tehát... Azt akartam mondani, hogy gyanús az alaplap. Tehát... nem tudom, valamit azért majd kell kezdeni ezzel, mert nem... Nem százas. Na, visszatérve... Tesztelhetünk egy ilyen szép... ...séget itt. A kamerás mobil nem megy. Kábeles! Kábeles. Na, itt a kis...
De ennyire ne legyél már útban, nem tudom. Asus A7NBXENG, vagy ez 8-as akar lenni? Melyik? 8-as, A7N8XE, bocsánat. Hol a fenaszba olvasod? Ott, ja, ott. Két PC között. Az 8 vagy B? 8-as. Én szerintem. Mindegy, igen. Szép Asus, lehet látni. Szépnek szép, mert AGP Pro van benne. Igen, ez a szép barna. Csak nincsen videókártya, hogy AGP Pro. Uh-huh. Tele van szép csatikkal is. Az biztos, van rajta olyan konnektor, hogy ma se tudjuk mi micsoda. Igen, ez a... Ezek a számokra is kicsit meglepő konnektorok voltak, de amúgy nem megy. Semmit nem ad. Bedugtuk a sípolót, nem sípol. Nem sípó, nem akar elindulni, nem csinál nem semmit. Nem tudjuk, hogy a proci, ami benne van, jó-e? Ha. Nem tudom. De attól függetlenül nem sípolt. Meg van szakadva, mennek több helyen. Falka bátyja szerel. Kivenni se egyszerűen. Ha. Mert szakadt menetes csavarok vannak benne. De legalább van egy házunk. Igen, meg egy jó tápunk. Meg egy jó tápunk. Meg egy plusz DVD-re. Kedves barátom. És megtartam. Megszült, fiú vagy lány? Semleges. Ez semleges, kedves barátom, ez semleges. Méghozzá teljesen. Pár semleges. Pár semleges színekbe induló. Van benne aranycsavar, úgyhogy ebben rövidesen belemegy egy olyan alaplap, ami cserébe működik. Igen, mint a sok közül. De lehet ez a szép piros, amit annak most kaphattunk. Igen. Ő. Igen. Kábeles mobil. Jó, eddig elér, jó. Ne rölgj már ilyen hangosan ezen. Úgyhogy ez megy a levesbe. Amit még érdemes tudni róla, hogy van rajta egy működő hűtő, ami... hol a fekete? Kicsi. Csavarhúzó. Itt van a... Plagstoron rajta. Ezt keresem. Mert ez feke... csillag. Feketet kérdeztem. Igen, de annak nem tudtam, hogy pH-ja van. Ez milyen könnyen lejött? Drága barátom, én úgy örülök, hogy ezt most így szétszedtük. Különben az életben nem jövök rá, hogy ez mi ez a... Na, nem mondok csúnyát, na, szabálytalan. Hogy hívják? AMD Athlon. Wow. Meg kell fordítani a kamerát, mert itt van a szöveg. Nyolcszázas. Ez komolyan egy 800-as proci? Hát, haver. Hát ezért nem kár, azt kell mondjam. Apa. Most mondjad? Mondom, ezért nem kár? Mondom, 462-es a foglalat, és én nem hiszem, hogy ez igen. Szükségszerű lenne, mint olyan több. A vágás... Nem gyári vágásért. Elnézést kérek, az operatőri feladat köröm az még nem igazán még működik. Még begyakoroljuk. Fogód van? Még volt itt egy... Itt van. Kéne fogó. A fogó abból az okból kéne, hogy itt van rajta egy nagyon dekorációs izé. Hűtő, és mivel passzív hűtő, ezért működik. Vigyázz, nem tetted rá rendesen. De amúgy nem lesz, hogy csak a proc... Hát nem hiszem, hogy csak a proc nem lesz, de... De már az egész alaplap lassú. Jó, nem én... alkalmas a feladatok ellátására. Jó, én... Mi van? Ki van véve rendesen? De Robert, te raktad neki? Igen, pokarozik a kutya. Azt hittem, ide akar jönni. Nézd meg a másik felét, Tiborius. Kivettem rendesen, hidd el. De akkor meg mi van? Akkor meg erő, légy szíves. Fordítsd el rajta. Ha nem hagyja magát. Nem, akkor össze kell törni. Még direkt mondtam is, hogy de jó lesz. Ó, van egy ötletem. Alire. Engedje. Gyakorold az operatőrséget. Mire néz? Akkor megfogjuk ezt. És erre van szükség. Hol a narancsárga? Ezt én raktad el. Itt van, megvan. Hülyes vagy kalapács. Ez még azért nem olyan súlyos. Azonban tényleg rá van ragasztva.
és vagy rá van rohadva. Itt a hiba. 300 éves izé. Hűtőzsír. M-Force 2-es alaplap. 800-as proci. Ezt majd szépen letakarítjuk, azt ennyi. De maga a hűtő az teljesen kifogástalan, szerintem teljesen hibátlan. Szépen lakcik, M-Force 2. Hát akkor leme. Izét kiveszünk belőle. Öle. Ölemet. Ki ölemem. Ölemet kiveszünk. Diszkréten. Majd oda, igen, oda. Oda? Az elem. Ő meg oda megy. 800 még határeset. Ez meg. Ennyi. Ha nem csinálunk tartót, mint ott, még egy bárki tudja. Lehet, nem, nem kell annyi. Egy is sok lesz. Ezeket meg szépen letakarítjuk mindjárt. Kicsit gyúvás. Az a lényeg, hogy van egy új ház. Ez meg egy kézgép, ugye? Igen. Úgyhogy egyelőre így. Így állunk. Így szó szerint alaplapból ennyit nyertünk. Az egyik csomagba jött ilyen. Ez egy Windows-os játék. Úgy hívják, hogy a Chaser. Egyébként semmit nem tudunk róla. Annyit tudunk, hogy két lemez van hozzá. Ilyen lődözős emberke. Windows XPM-e, 98-es, meg 128 RAM kell hozzá. Meg P3650-es, meg DirectX 8.1-es, meg ilyenek, és akkor multimonitor támogat, tehát három képernyőt, meg hát nem tudjuk. Tehát ebből körülbelül olyan 10 darab van, nem 10 darab, valamennyi, mindegy, és nem tudunk, hogy előre mit kezdem vele, egy kicsit félretesszük, nagyon vicces. Aztán kaptunk ilyen lemezeket is, hogy Edison, meg nyomtatott áramkörtervező, meg... Jaj, haver, mindenféle hülyeség, igen. Meg kaptunk egy PC World 2006-os számot, ami egy extra CD. Figyelem, a PC Studio-t asztali DVD-re nem lehet lejátszani, tehát ez nem film. GK, ugye, gyengébb a kedvér. Na, azonban... Mondanám dátum, jó? 2014. július 5-e van, és ez itt a lista. Ugye ez eddig világos. Van 5 ház, 5 alaplap, 2 kérdőjeles, és abból az 5 alaplapból sem mindegyik akar teljesen. Hova tetted a Max Rovino? Oda, melléd, bal kezedhez. És ráírtad, hogy... Semmit. Egyelőre csak be van írva, aztán semmi nincs ráírva. Na. Ráírtad a semmit. Ráírtam a semmit, így mondod. Úgyhogy ez a lista, amit éppen most láttok. Tehát van 5 plusz 2 alaplap, amiből hát az egyik működik, másik nem. Sok CPU-nk van, sok DVD meghajtó, nulla memóriánk van. VGA-ból sok van, hangból sok van, LAN, tehát hálózati kártyából sok van, billentyűzet sok. 2-3 megerünk van, 3 monitorunk van, sok tápunk és tápkábel van, és nulla vinyónk van. Tehát... Pontosítva... Egy darab, de az ilyen teszt jelleggel van ott. Az azért van, hogy azzal próbáljuk ki az alaplapokat, egyáltalán működnek-e, és azért van az, hogy jó pár alaplap például ezeken a teszteken megbukik. Mert miest elkezdi tölteni a rendszert, reszetel a helyet, hogy betölteni. Tehát itt valami hiba van. Attól függetlenül, hogy teljesen jól vagy működik. Vagy a vinyó a szar, csak ezt nem tudjuk. Vagy a vinyó a rossz, de mivel nincsen csere eszközünk, csak elméletek majd most lesz majd mindjárt egyszer, majd valamikor egy másik. Szóval ez a helyzet. Úgyhogy légy szíves, a következő szempontok által vezérelve rengeteg memóriát küldjetek és vinyót. Jó? Értelemszerűen a vinyónál azt oda is kéne írnom egyébként, hogy legalább 10 GB. Nagyjából ennek a kereskedelmi forgalmi értéke ilyen talán 500, nagyon-nagyon extra esetben talán 1000 forint. Mi az igen. A zaj? Kutya manó? Az igen. De nem történik semmi. Na, ez az! De. Ez az! Amíg megvan a BIOS, mi már örülünk neki. Jó, F10 az mehet is. Most természetesen DVD-ről fogunk bebútolni, és meglátjuk, hogy a... Az a kedves kis 40 GB-es Max Tor képes-e elfogadni a telepítés folyamatát, mint olyan. 256 MB memória van benne.
mert nem küldtetek memóriát, vágott, tehát nincs memória, nem tudjuk kivinni a gépeket addig, amíg nincsenek memóriák. Villogó fehér négyzet, aka kurzor, vonal. Vonal. Nem nagyon fújja le a hajamat sebesség tekintetében. Mindegy, a lényeg, hogy legalább eddig eljutottunk. Tehát a későbbiek folyamán persze majd még tovább vizsgáljuk a dolgot. Azonban, ami tényleg kellene, az a memória és a vinyó. Mert nincs, nulla. Nulla darab van. Jó? Úgyhogy így. Így állunk jelenleg. Akkor próba. Videó kamka. Már melyik? Nem. Először mondd el a feladatot. Na. Kipróbáljuk. Ez egy szép 433-as Intel Pentium. Vagy azt hiszem. Ez 433-as, egy PGA 370-es foglalatba, ami átmegy egy Slot 1-es foglalatba, ami átmegy egy nagyon régi, ugye a Dual Sines Slot 1-esünkbe. Azonban ezzel a hűtővel nem voltunk valami nagyon megbarátkozva, ezért a Tiborius elővette ezt, és úgy gondolta, hogy majd ezzel a hűtési problémáink így megszűnnek. A probléma az volt, hogy hát... Igen, ez egy P4-es hűtő, ez meg egy P3-as processzor. Kettes. P2-es, akkor... Mindegy hűtést visszarakjuk. Ne annyit! Mondd ennek a szarnak is. Hát de te nyomod, nem a szar nyomja. Hol a kupakja? Ott a kupakja. Másfél kilót kinyomtál. Jó az. Hol a rongyi? Itt van. A fenébe. Pazarol! Veszek egy másikat, be, aznek lehet kapni annyit, mint a radairól sem. Oké, radai. Fektess fel. És akkor én fogom itt hátul. Jó? Nem kell. De kell. De, mert te még mész előre. Na de most nem látok semmit a kezedtől. És nem is ott van a nyomója. De ott van, jóra! Jó. Nyugodom. Tessék, most nyomjad. Majd én csinálom egyedül, egy kézzel, hagyjál még. Egy kézzel? Akkor te tátra a másikat. Megvan? Hát, tessék. Hú, haver. Azt a húrös. Hát ez haver. Te, ez túl legszik, ja, akkor... Másik. Megoldjuk. Itt van neki valahol, mit tudom ott. Én. Itt van egy, az egyes, ott a kettes. Nem fog elérni odáig. Fordítva raktad rá a hűtőt? Nem. Ide kihúzzuk, ide előre, ide. Ja, ugye? És a szorzója most jó? Mit tudom? Mert a 433, akkor vedd elő a jegyzetet. Várjál, ide nem fér bele? Nem fér bele. Ide nem megy bele? Haver. A kondik útba vannak. Ki rakta rá azt a nagy hűtét? Kondik útba vannak. Na. Most benne van. Benne. Teljesen fasza. Milyen? Ezt már múlja a hűtésünk is. Haver. Egy az egybe. Jó, haver. Ide áttesszük mindjárt. De. Szóval aki visszanéz a videót és nem kap röhögölcsöt, akkor az... Fopofával. Ide áttesszük, haver. Gyere. Ide áttesszük. Kap egy 2-4 MX akármit. Hé! Mindjárt. Csak... Misi állsz, itt van az 512-es. Egy gigát kezel fel maximum, tudod jól? Igen, de egy slotba bemegy az 512 is. Inkább nem. Jó, várjál. Akkor ezt tedd létszik tőle. Ez nagyon hülye ötlet. De mindazonáltal azért jól néz ki. Rohadjon meg. Na. Nem baj. Ebből melyik az egyes? Ez. Nem tudom, itt is van még egy pár. Az nem, ez STS-i, SCSI. Igen, amit itt elolvasható mi az, de... Egyébként egy szabad család. Most ez hogy néz ki ez a módszer? A szorzókat be kell állítani, vedd elő a izét. A jegyzetembe. Nem azt. A kezelési útmutatót. Ugyanaz. Igen, így van. Nem találom ezt a részt. Melyiket is? Ezt is beletesszük. Legyen rajta hűtés rendesen, nehogy túl melegedjen. Ide még egy ávideni, így rá.
Na, hogy szépen nézzen ki. De úgysem marad rajta, hogyha mindegy. Na. Na, akkor. Megvan. Megtaláltuk. Jó, 4.33-at föl kéne szorozni 100-zal. De az 400. Vagy 103-mal. Hm? Szor 4. Húzd már szép egy kicsit ezt a képet. Igen, 4x100 az. De akkor melyik a 4-es? Ja, elfelejtettem mondani, hogy kicsit rajta van a hűtő a jumperen, tehát remélem nem okoz gondot. Itt van a jumper, ez a kék. Az úgy 100-as. Jó, akkor az most marad. 400-al fog menni? De 4-es a szorzónk, ugye? Igen, de és ha 112-vel szorozzuk, az mennyi lesz? Egy számológépet légy szíves, vegyél elő, mert ide már 3 mobil kell. Pillanat. Jó. Számológépet kérünk. Nincs? Nincs. Az 448 vannak, szóval nem tudok olyan menni. Az jó a 448, mert 4... Nem jó. Nagy lesz. Valami ilyesmi. Na, szia. Megzavarják közben itt a matematikai számításokat. Mindjárt előveszi fel a számológépet. Nem lesz jó, mert 448 egyébként. 448. 103-mal. 103-mal szorozd be akkor. 100. De fordítsd már, hogy mi is lássuk. Erre meg elmegy. Gyere vissza. 4.12. Mekkora van meg a 4.33? Akkor 4.33-at hozd el. 3-mal. Nem, a 4.33... Biztos, hogy 4.33-as, ami benne van? Igen. 108-al kéne. Nem tud olyat. Jó, kezdjük el osztani, jó? Kezdjük el osztani a 4.33-at. Jó, mert... 4.33, osszuk mivel? 4-jel, nem? 83-mal. 83-mal. Igen. 5,21, az... nincsen a szó. Nincs, akkor 75-tel. Nincs is ilyen egész szám. Na, figyelj, 100-zal, akkor megkapunk egy 400-as gépet, az jó lesz. Jó? 4-es szorzót beteszünk 100-ra, az kész. 6,5, be tudjuk szorozni. De itt nincs olyan, hogy 6,5. 66 MHz, és itt van egyébként, hogy 6,5-szeres szorzó, képesre. Jó, akkor csináljuk úgy. Bal, jobb, jobbal, ennyi. És akkor még elményben majdnem megkapunk. Akkor ez így nem jó, mert bal, jobb, jobb, akkor az egész nem jó. Na, yeah. Egész. Adjon, megfogom a kamerát. Jó. Részt veszek az adtakcióba. 90 Hz-t fogunk elérni. Az nagyon jó ez. Az majdnem, hogy kiakad. Nem fog kiakadni. Széttört a jumper. Vágod? Tehát fújt ki. Maradék fosok nem kellenek, tehát jobb. Bal. Mindegy, mert így is összeköti. Nem, de ez csak igénytelen. Mi van? Régen ezt a, illetve ezeket a funkciókat mindent neked kellett csinálni. Most így jobb, bal, jobb. Igen. Az. De melyik a teteje, meg melyik az alja? Érted? Tudtam, fordítva csináltam. Mert így van. Mi van? Nem az, lejjebb van, másikat nézed. Azt. Bazd meg! Menj el! Nem. Ez nagyon rossz ötlet volt. Az a baj, hogy udolálsz. Most már te is? Mindig az a baj. Na? It's always the same problem, vagy én. De így most nem látunk semmit a tagy kezettő. Ezt is rá kéne építeni. Így legyen. Úgy, legyen hűtés rendesen. Na, hogy már túl belegedjen. Nem fog. Ez van. Azt is. Ezeket is hallod? Hagyjátok már abba. Nem megyük össze. Ez meg van. Vagy feled? Na. Azon mi van? Mert ezzel most jól kiszámoltuk. Igen, azon meg 66 meg ezt a, azt a szélsőt, a legalsót, azt tett. Át. Ezt igen. A szót kerested. Tedd át a másik helyre. Kész, haver. Emetleg így vagyunk.
Na milyen egyszerű beállítani ezt a gépet, nem? Nagyon. 400 tól 9 MHz-en. Két szaki. Király. A szaki meg a dac. Melyikkel indítottad? Power switch. Rá van indítva. Itt van, de hát ez nem megy. Mindjárt füstölni fogunk be azon. Nem fog. Na megjeled neki? Nem. Mi van, hogy ez tényleg fordítva van, és most kell áttenni a másik felére? Igen, nekem is ez jutott eszembe. Túl sokat szenvedünk ezzel. Vagy nem tetszik neki, hogy a kettes slotban van. Túl nagy a hűtő. Kettes slotban? Hagyd már a hülyeséget. Biztos, hogy ennek semmi köze ehhez. Mi, de attól elindulna csak sípolna, nem? Nem. Nem. Ugyanúgy elindulni, azt menne rendesen. Kondit. Mit mondtál? Mi van úgy? Kondit. Kicsit másik lehet. Melyik kondi van útban? Én nem látom semmelyik nincs útban. Úgyhogy pont rajta van, megvan a hűtése. Így van, pont hűtve van. Csattog ugyanúgy, mint az előbb. Ezt fordítsuk meg. Szerintem rossz irányból nézted a rajzot. Vagy a rajz volt rosszul rajzolva. Igen. Vagy eleve szar az egész, bazd meg, mert jumperezni kell. Azon is nem mered átjumperelni a tiédet. Nincs rajta. Nem baj, rakunk rá. Rakunk rá. Nem baj, rakunk rá. És mit csinálsz? Be van kapcsolva? Újra tervezés van. Csak a csattogástól. De várjál. Egy probléma, hogy... Hogy van benne vájár? Hogy van benne probléma. Nem, mert most úgy van beállítva az a szerencsétlen, ő meg 100 MHz-et hisz. És? Ez át kell tenni autóra. Az hol van? Itt. Hát az A betűnél. Itt is a jumper. Hogy... De legyen egyszerű. Jáj, összetöri. Jáj. Ne csak az alaplapot állítsuk. Állítsuk a... processzort is. Várj, de viszont dupla jumpert ír. És tőle miben van? Hát itt az melyik jumper lett? Itt amit mit látunk? Semmit. Jumper 2. Igen, van... de ez meg a jumper 1. Jumper 2, single vagy dual CPU. Most zárva akkor dual, így meg single processzor. Igen, még erre is kell az megfigyelni. Lázzák. Nem vagytok egyszerűek. Ezt hívják. Ez az hívják Samunak. Samu megoldja. Az biztos. Na, mindenki csöndben marad. Nem is csattog. Legalább egy csattogás, légy szíves. Miért nem? Nem olyan puhú, nem olyan puhú. Nem, nem is csattog. Átteszem a másikba, vigyázz. Fölfekszik a kondira. A legjobb hűtésünket tönkre teszi. Az nem a legjobb. Akkor a második legjobb. Az már úgy benne van. Belefér. Na. Nem. Na. Nem. Belőpincsem. Röpincsem. Várját az a... Húzd be. Hagyjuk már ezt a szart. Jóla. Nem jó. Értsétek, hívasz meg. Most jó, hogy nem. Az a baj. Nem. Szerintem az a baj, hogy kevés a hűtés a processzor. Szerintem nem az a baj. Szerintem az a baj, hogy ez a... Az a baj, hogy túl sok benne a réz. Réz. Nem, az a baj, hogy foglalkozunk arra. Az a baj. Megbukott. Elviszi a jó kis hűtést. Most a közelebb viszed, nem lesz nagyobb a hűtés. De rossz ez a kameramán. Mit ittál? Ne higgyel többet. De hogy rossz, a legjobb. Legjobb? Mit ivott? Nem, ezt nem ittunk. Na de. Jó, de. Bocsánat, nem, igaz. Ezt ja, igen, ezt ittuk, igen. De csak is az zöld teja. Telefon. Hát, tudod mit? Ilyen gazdának ilyen telefon. Nem akarod elindítani? Már indult. Bocsánat. Ah. Szóval, hát induljuk meg felé, befelé. Ramos kérek, kettő, nagyot. Ekkorát. Ekkorát? ilyen mélyet, és ilyen magas legyen. Ott a ram.
Vagy nem jó ez az operatőr. Na, hogy na. Ez jó lesz. Igaz, hogy lassú. Mi a pirosba rakod? Amatőr kérdések. Muszáj igen. Megkérdezni. Igen. Azért nem a pirosba rakom, mert a piros egy másik sín. Tehát más fajta sín. Abba nem lehet belerakni. Direkt úgy van megcsinálva, hogy ne lehessen belerakni, érted? Ez DDRS sín, ez meg SD sín. You never know it, you know? Van egy pirány kettőnk, nem jó? Két darab negyedes? Hagyjál már. Ez mi összesen egy giga? És elindult. A válasz? Nem jó. Nem jó. Ezt nem mutasd a felvételen. Mit? Mit és már mennyi sorra? Mit csináltam? A mennyiség. Nincs kép! De van. Tényleg? Hol? Ne pucsíts. Ja, és nem megy a ventilátor a videokártyán. Van neked táp. Tatia. Fuck. Újra. Újra tervezés. Csak nem fogod bedugni, mert nincs hova. Ja, túltervezés. Újra. Ez dilo. Passzív manó. Kész, ebben nem kell táp, ilyen fasságok, egyszerűen csak megy, érted. De... Azon még nem gondolkoztatok, hogy a négy csarokba fogok elrakni. Kamerát? Ez egy 9006-os. De! De ez egy Ati, 9006-os Ati. És ez meg egy GeForce, na? Ugyanannyit tud nagyjából. Na, GeForce az nem jó. Nem jó? Nem. Mi oda? Igen. Tibi, neked milyen kártyád van most? Atira Deon. Nem igaz! És neked nagy milyen arpafé. Kártyád van? Nekem, Römi. Nem az volt. Hogy hívják? Magyar kártya. Blöfölött, igen, valamit várjál. Kifagyott! Na most csináltál? Na most le lámpalázas. Uno. Uno kártya. Uno, is, Uno kártyám Uno. Is van. Az. Tudod, mi a jó játék? Nekem meg Taj kártyám is. Taj? Igen? De igen. Miért nem személyt mondasz? Az igazolvány, személy igazolvány, nem kártya. Meg bankkártya, meg hitelkártya, meg... Nem működik! Fuck you! Túlütötted a minyót! Nem az volt a baj. Megállt. Hozzam a kalapácshoz, segít rajta. Hát attól elmúlik minden. Egyébként azt csináltuk eddig. Ide le volt téve, így. És neki volt támasztva, hogy ilyen. De így csak a fejeteket veszi. De hogyha egy ilyennek lenne neki támasztva. Ilyennek. Akkor venne mindent. Pofára is esne, igen. Nem. Tegyük elé a pofára esés gátlót. A pofára esés gátlót elé rakni. Hájjá, és akkor megmutatjuk a kamerának, hogy mi a pofára esés gátló. Vinyót. De... Igen. Akkor szopatunkjuk egymást? Nem, de attól mi menjünk ki. Hát ezért nem megy. De vagyis. Melléda van. Előtt még ment. Mosógép szerelőt kihívják. Jó napot kívánok, szeretném megkérdezni. Kijavítja a mosógépet? Igen, megjavítja. Mi a baja? Hát az előbb még ment. Hát ott bedugtuk és működik. Tényleg? Ez azok a dolgok, amiket lehet tudok magyarázat adni, akármennyire is. Erre nincs magyarázat. Pén, ja, a másik fénykép, az majd föl lesz a Facebookon. A processzorról a BIOS kiírta azt, hogy 3 GHz-es proci 1500-on fut. És ezt most nem értettük túlzottan. Az ez volt. Ez volt? Nem baj, büntetésből levettük róla a keretet, és áttettük erre. Igen. Úgyhogy tudod mit, haver? Büntiből kaptál egy kérdőjelet, azt szíjágázt. Azt ennyi. Ubuntu telepítése. Az bizony. Nem tudná, a Ubuntu, az a Linuxnak a egyik változata. Magyar operációs rendszerre van szó, teljesen ingyenes, mábra is. Az is marad. Sokáig. Igen. Kaptunk lerögzítő keretet. Ez így néz ki. Maga a hűtő az még nem jött meg. Ez olyan, mint a küldene 4 felnit, majd küldöm a kocsit. Úgy szintját, hogy ebben a dobozában volt. Piroskának. Jó, de még nem jó semmire. Tök jó, hogy van, csak várjuk a többi alkatrészt.
Csavar van, hűtő van. Van olló. Az egyik tápadón van egy P1-es bemenet. Azt is le kell állni. Az hol van? Utolod. Új tápokat is ki kéne próbálni. Kaptunk új tápokat. Kettőt vagy hármat. Nem tudom. Kettő. Hova raktad? Szerintem az kettő. Nem. Izét keresem. Ezt a P1-es bemenet, ezt mondom, nagyon régi. Nem azok, ezek már... What the fuck? Szeretnél satás meghajtó? Cellux hozzá rá egyet. Mi van? Nem értem. És a többi... A többi... Disconnected. Az ott van vágva a faszba. Tudod, mit keresek, Urát? Tudom, mit keresek. És az hol van? De szerintem azon van, ami ott hátul van, és még nem lett tesztelve. Na, azon nincs csomót, ilyen... Hogy kell csomót kötni? Mi a bajod ezzel? Teljesen igazán. Ezt tegyük vissza. Az is jó. Nem jó. Miért nem jó? Ott van, mi? Az az! Ollót neki! Kinyírni! Nem az összeset vág le. Dehogy nem. Levágja az összeset, nézd meg. Én vagyok a mészáros. Na. Számítógép fodrászok. Trimming. Trimming. Kész? Levágtad? Még nem. One by one. Ez így fáj neki a legjobban. Biztosra menjünk, hogy... Látod, de vágd már el! Egyébként nem rozsdás az olló, jó? Ennek ilyen színe van. Ezt szólják? Igen. Teljesen hibátlan. Na, kiváló. Visszatenni. Ubuntu közben majd lassan települ, persze. Én is kérek fésűt. Te is kapsz fésűt. Ne, nehogy már. Nem leszünk kellőképpen hülyék, nem lesz nézettség. Bekábelezte. De így most nem nézel ki jól. Na, kezdődjék. Telepíti. Elhagytam a tankot, itt a tankom. Tankod? Igen, a benzintankom. Refueling. Nem nagyon kell. Nem? SP3? Valami. Nem, mi az, hogy... Nézd már, reklamál. Win 7 alatt nem adunk. 7 vagy 8? 9. Nincs 9? Nincs. Majd lesz, ne aggódj, az lesz. De az nekem jó lesz. Ó, bazd. Ja, minden második jó csak. Minden második jó? Aha. Igen, a 98 tök jó lett. Az biztos. A 2000 meg a Millennium az szar. Az egy, szar. Az ugyanaz. Az szar. Az XP megint jó lett. A Windows... 7. Nem, biztos, a szar lett, jött a 7, az megint jó. De szerinted ez mindig így fog működni? A 8 az megint szar lett. Igen, az kurva lesz. A 9-nek jónak kell legyen, legalábbis arra várunk. Nem hiszek meg. Kitalálták a Windows 8-at, a Microsoft-ot az emberei követelték, hogy a gépükre tegyék vissza a 7-et, mert annyira szar. Nem ezt hívják szopásnak? De. És most a fejlesztők mondják azt, hogy szar, amit csináltak, az a gyár. Most ez a gyárs, mit csinálják. Na, majd repítés egymás, nem egymás, törlés a teljes nemes felhasználása. Na nem? Igen. Most hal meg a Windows. Melyik XP? Igen. Miért nem mondod el neki, honnan van ez a vinyó? Figyelj, ki? Most jön a confrontation. Szembesítés. A Windows utolsó felhasználója Kelemen. Anna. Igen. Kelemen Anna. Nem Anna. Mária. Hogy jön? Mária. Az volt a user. Édesében. Csak úgy jártuk, hogy miért volt a Radio, az Heroes 3, meg egyéb ilyen... Warcraft 2, meg egyéb világságok. Warcraft 2 volt egy női gépen, nem érted? Már nem ő használta. That's the point! Nem ő használta. Érted? Igen. A Heroes 3-ot azt még elképzelem, hogy apu. De, és kijött a... Te? Most kicsit témát váltok, kijött a Settlers megint. Nem, a régi, újra, ingyen, open source-ba. Igen. Persze át kellett nevezni a jogi hülyeségek miatt, de megy. Teljesen magyarul a kampányt végigvihetett, kurva jó. Három monitoron, ekkora térkét, nem viccelj. Settlers 2, tudom, mikor már... Egy. Ez melyik, ezt szoktunk nem látni? Nem, amikor az úton állsz meg a bácsike. Meg a zászlói. Szamárkák mennek a két zászló között és viszik az árut. Az a Settlers 1.
Tudod, amikor arany katona van, meg ezüst katona van. Igen. Uh-huh. És bányászod a aranyat, meg ilyenek. Nem vágod ezt a dolgot? Ez újra játszottam a héttel. Az nem az! Emlékezz vissza, az egyik Lampartin játszottunk olyannal is, hogy Settlers 2 tizedik anniversári ünnepi kiadás. Hát mondjuk nagyjából. Ubisoft-on. Emlékszel? Jaj, na annak az első része, a Settlers 1, az jött ki megint. Igen. Annyi pálya van hozzá, mint a szemét. Végig grafikával. Egy pályaszerkesztőt is ott egy bármilyen. Bizonyám, és nagyon jól nézett ki. Átgondoltam. Csak a grafikája nem olyan szép, mint jó az. Erőltinek. Tudod mit, haver? Még ezen a foson is menni fog. Nem úgy, mint az X-Moto, ami egy oldalnézetes, tök gagyi grafikájú játék, ilyen Pac-Man-szerű ilyen motor megy ott oldalt, és akadozik egy régi gépen, nem érted? Ezt hagyjuk már. Tehát valahogy ez nem... Nem sikerült. Majd a később majd sikerül biztos, állítólag. Ja, amúgy Pötyi. Ja. Oda, öl, ott a Vau-Vau. De nem akar Vau-Vau. Az előbb ráléptem, azt elszaladt, hallod? Nem is olyan közel. Úgy nézett ki, mint a szőnyeg! Olyan öreg? Azt mondja, olyan öreg. Nem bassz meg, olyan színű! Sötét! Kész! Hagyjál békét! Nem tiszteljük a 12 éves korodat. 12 éves kutya. Látod, milyen sötét ez a kutya? Teljesen sötét. Most mentális sötétségről van szó, vagy fizikai bőrszínről? Ne, de rasszizmus, figyelj, jön a rasszizmus. Rasszizmus. Bőrszín! Bőrszín, mert mondja... Bőrszín kutya! Mondta, hogy szia, hello, pápázzá, hogy ügyes kutya. Na, közben itt megy a telepítő, egy régi... Nem tudom elolvasni milyen, mert le lett matricázva. Le kétszer beleférni a bőrébe. Ugyan már. Dilettációs éza. Melóhelyen ezt szoktuk mondani, hogy valami el van baszva, az dilettációs hézag, ennyi. Látod? Be van állítva. Nem kell hozzá semmi, csak két hatalmas üdítő, ami jó, nehéz. Megy. Mit szólsz? Ez mehet bele egy házba. Az, amit nem értek, hogy a memóriákat meg a vinyókat miért nem külditek? A vinyót használják, a memória meg. De ne használják a régi vackot, azt küldjék el nekünk. Hát ők használják a terrásokat, meg a két terrásokat, a 10-eset, a 20-asat, azt küldjétek el. Az úgysem tudtok csinálni semmit. Egy rendes játékot fölteszel és megtelt a vinyó. Hol van? Itt. Oda megyek. Megint zöld droid hív téged. Igen, mondjuk. Nem tudom, ez az arcot miért nem teszi be mindig. Ja, lemezek. Vigyél már haza belőle, légy szíves. Sokat, tessék. Miben rakjam bele? Nincsen olvasó? Nincs. Akkor légy szíves, akkor onnan vigyél. Ez egy Chaser játék, az meg. Nézd ide, E-Affinity Supporttal, két CD. Nesze, ezt nem kapod meg, mert Black Store. De egy LG-t elvihetsz. Label Flash, DVD újraíró, Nesze, itt van, vigyed. Kész. Két CD-s telepítő, nem áll akármi. Vagy az egyik az install, a másik a... Jaj, milyen grafikája van. Azt, ha onnan tudod? Meg kell látom nézni? Meg kell nézni, látom a képen. Én megjátszottam a demóval, és a végleges játék még nem is ugyanaz. Biztos jó lehet, hogyha 68 megás izé kell hozzá. Micsoda? Grafikus kártya. Nincs olyan, hogy 68 megás grafikus kártya. De ezt még te is tudod. 68 megás. Azon van egy extra tartalék? Egy vagy extra, mit tudom, 60? Egy ilyen plusz tartalék. Ja, gyorsan telepít, mi? Hm? Aha. SSD. Nézted a tesztet? Az SSD tesztet, amit feltöltöttem? Ja. Nem jó! Képzeld el! Mert? Mert... Oh! Ah! Hiba történt! Ezt figyelj! Hibás CD-DVD meghajtó, illetve a merevlemez hibája okozza. Looks like el van baszva valami. Úgyhogy... kivesszük a lemezet. Na mindjárt, várja. Kicsit kevésbé bénázok, akkor jó lesz. Kivesszük a lemezt. Megtöröljük, dönöljük szép pólomba. Van egy kis reakció ideje, nem baj. Egy porszem nincs rajta. Majd most teszek rá.
ez mi a gecinek van rajta. Ja, tudom már, mert tudom mi van rajta. Majdnem levettem, de hülye vagyok. Az LG-ken mindig rajta szoktuk adni, hogy tudjuk, hogy az LG. És ezt nem adjuk ki senkinek. Az itt döglik meg, ahol van. Megvárjuk, amíg újra beolvassa, aztán újra. Na, úgyhogy... Ez jó hosszú videó lesz. Nem baj. YouTube-on van a hely, ott nem fog kifutni a szalag. 6 millió pinabájt? Hülye vagy? Hát ott nem fog kifutni a szalag. Annyi a tárhelye nagyjából. YouTube-nak, valamelyik weblapon fenn volt. Meg is szakította az egészet? Ugye, hogy van? Na ne viccelj már. Puff, ennyi. Itt van mi. Ez vinyóiba. Asszát. Ennyi. Úgyhogy ismét igaz lett, amit az előbb mondtam, hogy nincs vinyónk. Ez is megy már kukába. Úgyhogy nincs mire telepíteni. Úgyhogy kirány. Hozzatok vinyót, memóriát, addig nem lesz ingyengébb.